Vas Albert, jönnek. Felolvassa Szoboszlai Éva. A felvétel 1994. áprilisában készült az Egyes stúdióban. Első kazetta, első sáv. A rádió mellett ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig. Egy képre vagy a szőnyeg valamelyik mintájára akasztva tekintetünket, azzal a fásult apátiával, melyet, mint vastag kérget, aszalt lelkünk köré, a fölénk súlyosodó történelem füllett várakozása. Vártunk. 22 évig észre se vettük, hogy várunk. Hogy ezért a várakozásért nem haladt semmi úgy, mint kellett volna, hogy csak kapkodtunk szinte céltalanul ehhez és ahhoz. 22 évig észre se vettük, csak ebben az utolsó évben döbbentünk rá a valóságra, hogy várunk. Élünk máról holnapra és várunk. Terv és cél nélkül visszük dolgainkat, csak éppen, hogy meg tudjunk élni ma, mert a holnap már valami furcsa várakozás ködébe vész, mely ha nem lenne, értelmét vesztené a létezésünk ezen a világon. Ebben az utolsó évben, hogy a maga teljes egészében ráeszméltünk erre a csökönyös várakozásra, már valóban nem is akartunk egyebet tenni, csak várni. Hétköznapi káváriánk, küzdelem az egyenlő jogért, hajsza az igazság után, ácsorgás összeharapott fogakkal könyörtelen hivatalokban, a házkutatások úgy peregtek le kifeszített közönyünkön ebben az évben, mint vastagbőrű vadkanról a serét. Már nem törődtünk semmivel. Vártunk valamit. És ez a valami a levegőben volt, úgy hevert fölöttünk, mint tikkat mezők fölött a záport hozó felleg. Aznap éppen az adóhivatalban jártam. Egy sérelemre kerestem orvoslást. Kínos és felesleges küzdelem volt. Egyik terpeszkedő nagyúr a másikhoz küldött, és a sok hivatali szobában úgy elkallódott az igazam, hogy nem sikerült megtalálnom. Keserű hangulattal tértem haza. A hivatalok kiakasztott propaganda térképei, a sok vastag betűvel ordítozó szólam ilyenek, hogy egy barázdát sem, nincs sem adni, sem kapnivalónk, Románia a románoké, és a sok céltalan vitatkozás az adóm körül úgy összezavarták a fejemet, hogy úgy éreztem, mintha egy nagy poros padlás lenne a világ, melyben ezerféle összehalmozott ócskaság között kellene megtalálnom a helyemet. A vonat tele volt katonákkal, hangosak voltak és veszekedők, szitták a magyarokat, s belekötöttek mindenkibe, aki magyarul beszélt. Nem volt különbség másod és harmadosztály között. Mindenki odaszállt fel, ahová tudott, s még a lépcsőkön is emberek ültek. Láttam néhány szakállas, rongyos, sovány ember civil ruhában, akik szótlanul áldogáltak a folyosókon, azokról tudtam, hogy magyarok, akiket kényszermunkából eresztettek haza. Én is ott szorongtam közöttük. Nem beszéltünk, csak éppen összenéztünk néha, ha nagyon szitta a fajtánkat valaki, s tekintetünk ilyenkor szeretettel és sírva ölelkezett össze. Az öklünk egy kicsit összeszorult, és néha sóhajtottunk. Csak olyankor néztünk körül a tömegben, ha hallottuk a durva szitkozódást. Vorbíti román este? Beszél románul! Ilyenkor kereste szemünk a bajba jutott testvért, akire a szitkok ömlöttek, s néha ütlegek is. Helyet szorítottunk neki magunk között, s lassan az egész folyosó magyar lett, tömve kopott, szomorú emberekkel. Így utaztam azon a napon. Ütődött voltam, és fáradt, mire hazaértem, de nem volt ebben semmi különös. Éveken keresztül ütődöttek voltunk és fáradtak, mikor a kinti világból hazatérőben beléptünk otthonunkba. Ültünk a rádió körül és vártuk a híreket. Március óta megszoktuk így körülülni a rádiót,
és közönyös arccal, de pattanásig feszült idegekkel várni valami csodára, ami egyszer előpattan majd a hangszóróból, és megtölti örömmel a szobát körülöttünk. A feszült idegek didergő levegőjét éreztük. Tudtuk valamennyien, hogy tavasz óta egyre békétlenebbek lettünk, és azért vigyáztunk, hogy ne szóljunk egymáshoz semmit. Napok óta, hetek óta a rádiót hallgattuk. Mindenről tudtunk, ami odakint történt. Felcsillanó reménnyel vártuk a Turnu-Severini tárgyalásokat. Örventünk és remegtünk egyszerre. Minden hír összerázott, ami onnan jött, és amikor a tárgyalások hirtelen megszakadtak, összeharapott fogakkal vártuk, hogy na most. Tudtuk aztán, hogy tanácskozások folytak Bécsben, és öröm és aggodalom, remény és kétség között hajoltunk nap-nap után a térképek fölé, talán így, talán úgy. Most ott ültünk megint, és valami kemény szikla feszítette mellkasunkat. Tudtuk, hogy megtörtént már a döntés Bécsben. Tudtuk, hogy ismeretlen emberek egy percre kezükben forgatták a sorsunkat. Imádkoztunk magunkban, hogy legyen a lelkünknek olyan szuggesztív ereje, mely képes legyen egy pillanatra befolyásolni az ismeretlen kezet, amelyik talán most húzza meg a vonalat, amely számunkra életet jelent, vagy halált. Ültünk mozdulatlanul, s egyetlen kifeszített acélhúr volt a lelkünk, minden pillanatban készen arra, hogy éleset sűvítsen, és aztán elpattanjon. Ültünk, és a szemünk az óramutatót figyelte, mely lassan bicegett át a másodperceken, közömbösen és érdektelenül, s nyújtotta az időt, mely szürke volt, s ráragadta gondolatainkra. Aztán megszólalt a rádió. Éreztük, nem, tudtuk, hogy valami nagyot fog mondani. Egy pillanatig olyan volt, mintha meredek szikla tetején álltunk volna, mely alatt fekete mélységben hömpölygött a semmi, és a szikla inogni kezdett. Nagyot mondott. A bécsi döntést mondta. Felugráltunk. Tülekedtünk a térkép körül, kezünk reszketve markolta a ceruzát, azt hittük, elpattannak az idegeink. És egy női hang mondta az új határt. Kötegyán, Várad alatt, Gyalu alatt, Kolozsvár alatt. Kolozsnál északkeletre fordul, Szent Gotthárd alatt. Falunk nevére még a csend is jégtömbé fagyott, s mondta tovább. Köbölkút, Bánd, Nyáráttő, Balavásár. Már akkor jéggé és kővé fagyva álltunk. A könny is, mely elindult, szemünkbe dermedt. Soha ennyi súlyos érzés nem viharzott át egyszerre szívünkön. Ekkora öröm, s ekkora fájdalom. Hallgatott rég a rádió, s a falunk neve még ott sajgott a szoba négy falán, szúrt és égetett, s mi álltunk kereken a térkép körül, izzó könnyes szemmel. Csak néztük egymást, és nem szóltunk semmit. Aztán megfordultam, és az ablakhoz mentem. Nem tudtam, hogy mi az, amit érzek, öröm vagy fájdalom. Éreztem, hogy rohanni kellene, kirohanni a mezők közé, s végig kiáltani rajtuk riadó szóval, hogy öltözzenek csupa virágba, mert újra magyar föld lettek. Az erdőig szaladni és felverni a fákat, hogy énekeljetek a boldogságtól, de ugyanakkor meg kellett volna állni szemközt fordulva a déli dombvonallal, levet kalappal és lehajtott fejjel. Nem lehetett csinálni semmi mást, csak állni az ablakban mozdulatlanul, nézni északnak, keletnek, délnek, átölelni egyetlen pillantással a testvérdombokat, átölelni és egybeszorítani őket, hogy ne tudjanak egymástól soha elszakadni. Azon az éjszakán nem aludtunk. Csak feküdtünk nyitott szemmel a sötétben, és a gondolataink fekete szárnyú baglyok végig látogattak barátot, rokont, ismerőst.
A román csapatok 14 nap alatt ki kell ürítsék az átadandó területet. 14 nap. Milyen végtelenül hosszú idő. 22 év eltelt valahogyan, de ez a 14 nap úgy éreztük nem fog eltelni soha. Másnap már kora reggel felkeresett a csendőrőrmester. Gyanakodva mentem ki eléje az udvarra. Megszoktam, hogy az ilyen látogatások, ha nem is hoznak mindig valami kellemetlenséget, de bizonyos anyagi áldozatokkal járnak. Nem volt kimondottan rossz ember az őrmesterünk, de román csendőrőrmester volt, s kék egyenruhája elég volt arra, hogy aggodalmat keltsen. Hol ez kellett neki, hol az. Többnyire bor, fa, gabona, malac vagy fuvar. Az is megesett, hogy szabad választást engedett. Adjon az ember, amit éppen adni akar. De valamit adjon. Alacsony beesett mellő kis ember volt, s csak tavasz óta nálunk. Besz Arábiából lökte ide a történelem, asszonnyal és két apró gyerekkel együtt. Egy román parasztházba rendezkedett be. Hamarosan meglátszott a házon, mert még piszkosabb lett, mint addig. Az asszony alaktalan színes ruhákban járt, melyek többnyire pecsétesek voltak. Zsíros haja borzoltan lógott utána, s egész nap járta a falut tojásért, lisztért, főzelékért. Napi kosztjukat a parasztok adták össze jó bánásmód és szabadabb lopás reményében. A két gyermek ott játszott egész nap a falu utcáján, maszatosak voltak, s orrukból állandóan két piszkos kanál is szivárgott. Többnyire panaszkodott az őrmester, hogy kevés pénzt ad az állam, nem tudja belőle élelmezni a két tagú legénységet sem. Az a kevés is többnyire elkésve jön, s ha az emberek nem segítenék, bizony rossz sorsuk volna. Ott állt az udvaron, s igen erősen gondterhelt volt az ábrázatja. Igaz, amit a faluban beszélnek? Kérdezte. Hogy Németország odaadta fél Erdét a magyaroknak? Igaz, mondottam neki, amennyire lehetett szeliden és tapintatosan. Mondta a rádió? Mondta. Hátra taszította homlokán a kék tányér sapkács, megvakarta a fejét. Ahogy néztem szegényt, szinte erősen megsajnáltam. Gyomorbajos képén a ráncok nagyon mélyeknek látszottak, s erősen hamuszürke színezetük volt. A goncs, az aggodalom csőstül termett rajta. Aztán itt megy éppen a határ, tudakolta tovább szapora pislogással. Ott mi? Mutattam a déli dombgerincre. Akkor ez a falu Magyarországnak marad? Ez annak. Köhentett néhányat, s a fejét megint csak megvakarta. Egyik lábáról a másikra állt, s olyan volt éppen, mint a hontalan keserűség, ha emberbőrbe szabadul. Én akkor alig, ha nem, el kell menjek innét. Ebben én sem kételkedtem. Még sóhajtozott a jámbor egy keveset, s én az alatt emlékeimben turkáltam. Bizony annak idején a mi csendőreink nem ilyen simán búcsúztak el állomáshelyüktől. Vér volt és halál az ő búcsúztatójuk, nem csöndes fejcsóválgatás. Búcsúztában megkért még, hogyha rendeletet kap a távozásra, adjak neki egy szekeret. Szívesen megígértem. Nagyobb örömmel fuvart még nem adtam román csendőrnek, mint ezt. Alig, hogy elcsoszogott, előóvakodott a csendőrkáplár. Egy hosszú sovány ember valahonnan Dés melletti faluból való. Elpanaszolt, hogy 3 nap óta nem evett rendes ételt, sem ő, sem a katona. Az őrmesternek nincs pénzes, az emberek sem szívesen adnak most, hogy fordul a világ. Ő úgyis megszökik, jelentette ki. Otthon családja van, s azok is éheznek. Most már úgyis mindegy, csinálja tovább az őrmester egyedül, ahogy tudja. Aznap a káplár, a katona is nála mettek a konyhán. A katona még aznap éjjel hazaszökött. Annyi hazafias érzés volt benne, hogy az egyetlen értéket, amit Romániától kapott, a fegyvert, ott hagyta a kerítésnek támasztva az őrs előtt. A káplár már prózaibb volt. Ő midőn társát követte másnap, emlékül a fegyvert is elvitte magával.
Attól kezdve az őrmester jóformán ki sem mozdult a házból. Mikor két napra rá valami lopás ügyben felkerestem, ott ült az asztal mellett részegen, és előtte egy fél üveg pálinka. Nem megyek én sehova, mondotta, mikor előadtam kérésemet. Még a végén agyonütnek. Én jó ember vagyok, és szeretem a békességet. Aztán megkért, hogy küldjem hozzá éjszakára a vadőrömet, mert úgy mégiscsak biztonságosabb. A falu olyan volt, mint a hangyaboly, ha belelép az ember. Senki nem dolgozott, csak nyüzsögtek ide-oda egyik kaputól a másikig. A románok szitták a királyukat, a minisztereit, amiért eladták őket a magyaroknak. Szegények úgy képzelték el, hogy Teleki és Csáki egy-egy nagy kötek bankót nyomtak ő felsége zsebébe, valamit kaptak abból a miniszterek is, és így csinálták meg a vásárt. Úgy érezhették magukat, mint az a tulok, akit a vásáron eladnak a mészárosnak, előbb köpködve és esküdözve, hogy így folyjon ki a szemem, ha ennyiért odaadom, s úgy száradjon le a kezem, ha többet adok érte, s végül aztán összecsapkodják a tenyerüket, és a tulok mehet. Hírek jártak kapuról kapura, amelyeknek rendesen nem volt gazdája, s úgy csatangoltak a felizgatott kedélyek között, mint gazdátlan ebek, akiket a sintér fog el a végén. Pópa Mán felfegyverezte a némai románságot, s megesküdött velük, hogy porrá égetik Szamosújvárt, s élő magyart nem hagynak sehol. A katonaság nem engedelmeskedik, s nem hagyja el a határt. Meglássátok, forradalom lesz. A nyugtalanabbak már arról is beszélgettek egymás közt, hogy ki kell élesíteni a kaszákat, mert jönnek a vasgárdisták, s akkor jaj lesz a magyaroknak. Magyarországot pedig elveszi az orosz. Nem volt nehéz a lelkiállapotukat megértenem. 22 éven keresztül dicsérték nekik Nagy Romániát, az ország katonai erejét, történelmi jogait. 22 éven át vérükké vált a hazugság. Úgy tudták, hogy Erdélyben nincsenek is magyarok, csak éppen néhány betolakodott jövevény, s néhány izgága mágnás. Az egyetlen barázdát sem, a nincs mit adjunk jelszavak kerekké hízlalták bennük az önérzetnek koszorúzott dőjföt. És nem tudtam egyébre gondolni, mint a nagyidai cigányokra, pontosan olyanok voltak a mi románjaink is. Még az első napon feljött hozzám egyik falubeli főemberük, bizonyos Pétra. Egy kis köpcös, sunyi ember, akinek úgy vigyorog mindig az arca, mintha harapni készülne. Ez a Pétra 22 évvel ezelőtt vetődött felszínre, mikor a zavaros idők elkezdődtek, s azóta szépen megtollasodott. Többször volt bíró, éppen a kisajátítások alatt is, amit nem mulasztott el persze kellőleg kihasználni gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokon szenvesztem vele túlságosan. Ha valahol összetalálkoztunk, mindig valami nyálkás, ragacsos, hideg holmi jutott az eszembe. Valami névtelen, de undorító képzeletbeli anyag, aminek látása csömört idéz elő. Nem tehetek róla, de hogy mondani szokás, nem volt az esetem. Bajt is hozott rám többször. Mivel szemben lakott a kapunkkal, őt bízták meg a hatóságok azzal, hogy titokban megfigyeljen, és ezt a munkát határozottan szorgalommal végezte. Nem jöhetett vendég a házunkba, hogy arról tudomást ne szerezzenek. Hadbíróságot és házkutatást köszönhettem ennek a pattanásszerű kis emberkének, és így érthető, hogy nagyon a szívemhez nőtt. Feljött tehát, alattomos és sunyi vigyorgással az arcán, s jó reggelt köszönt. Mit mond a rádió? Kezdte. Semmit, mondottam. Nem mondasz semmit. Igaz, hogy Bécsben úgy akarják, hogy nálunk legyen a határ? Olyasmit hallottam. De azt is beszélik, hogy lelőtték a királycsa minisztereket. Nem hallottam róla, de megtehették azt is. Tudja, mit mondanak? Hogy azért tettek minket is Magyarországhoz, mert volt a bizottságban egy úr, aki sokat vadászott itten. Lehet. Feleltem jelentősen és titokzatosan, ami egészen megzavarta a pattanást.
Húzogatta nyakát. Nem tudom azért, hogyan fogják megcsinálni ezt a dolgot. Nem fogjuk engedni. A katonák nem mennek el a határtól, s még forradalom is lehet. Nem baj az, vigasztaltam szegényt, mert láttam, hogy nagyon szívén viseli ezt az ügyet. Akkor majd nyomnak egyet rajtuk. A románokon? Talán éppen azokon. A pattanás pislogott szaporán néhányat, aztán kivágta. Akkor háború lesz. Voltunk már Budapesten. Mi is Bukarestben. Kicsit még gyönyörködtünk egymásban, ahogy az igazi jó barátokhoz illik, akik az élet minden kérdésében tökéletesen megegyeztek már. Aztán Pétra megbillentette a kalapját, és hazament. Alig telt el néhány óra, már ott volt helyette az őrmester. Még gondterheltebb volt, mint azelőtt, s idegesen kopogtatta fatokos pisztolyát. Nem jó sokat beszélni, tanácsolta a ráncolt homlokkal. Nem jó, nem lehet tudni, mi lesz. Úgy hallottam, az oroszok megtámadták Magyarországot. Csak azoktól őrizzen meg az Isten. Tudod, mit csinálnak azok? Megölnek mindenkit. Először az urakat, aztán a papokat, s aztán a többit. Én tudom. Én láttam Bessarábiában. Rágódott az emlékein, aztán megint csak visszatért hozzám. Azért mondom, nem kell most beszélni. Az emberek bolondok, s ki tudja még, mi lesz. A faluban pedig ne járkálj mostan. Én csak egyedül vagyok a poszton, nem tudlak megvédeni. Még kért egy liter pálinkát, aztán elment. Egyik oldalán zsebébe gyömöszölt pálinkás üveg, másik oldalán fatokos pisztoly. Emberséges és megnyugtató látványt keltett. Délután leballagtam a réteghez, ahol már reggel elkezdtük volt a sarjú kaszálást. A falu illedelmesen viselkedett, mint vizsga előtt a gyermek. A románok is megemelték tisztességtudóan a kalapjukat, ahogy mellettük elmentem. Csak éppen a fiatalok nem köszöntek, de azoktól nem is vehettem rossz néven. Megértettem őket nagyon is. Itt nőttek föl Romániában, s az iskolában egyre csak Stefán Szel Márét és Mihály Vitézut hallották emlegetni. Meg aztán, hogy Erdély nem is volt soha a magyaroké, csak éppen tévedésből egy kevés ideig. S hogy magyarok nincsenek is itten, s ha mégis lennének néhányan, hát nem is magyarok azok, csak elmagyarosodott románok, kik megtagadták a dicső ősi eredetet. Így aztán nem is csodálkoztam azon, hogy nem köszöntek nekem. Én se szeretek köszönni az olyan románnak, aki minden ok nélkül magyarnak nevezi magát. Ahogy a falu hajlatához értem, összetalálkoztam az öreg Jószú bácsival. Fehérhajú és fehérbajuszú öreg ember ez a Jószú bácsi, csöndes és nagyon békesség szerető, akivel gyakorta beszélgettem el régebben is, ha összekerültünk valahol. Kaszával és gerebjével a vállá jött a réteg felől, kicsit hajlottan és lassú járással, ahogy az vén emberhez illik. Köszönt. Én is köszöntem. Mi újság, Jószú bácsi? Kérdeztem merő kíváncsiságból, mert tudni szerettem volna, miként vélekedik a dologról. Szép sarjú van, felelte nagyon józanul az öreg. Csak be kell hordani hamar, nehogy elvigyék a katonák. Igazi paraszti tárgyilagossággal mondta ezeket, s ez tetszett nekem, mert erő és belenyugvás egyszerre lakoztak nagy egyetértésben ezekben a szavakban. Tudtam, hogy mire gondol az öreg, mert katonák abban az időben nem voltak, mégis feltettem a kérdést. Miféle katonák? Hát, akik majd átmennek itten, meg akik jönnek. Mert a katona, katona, tudom én azt. Ha szép sarjút lát, fogja s viszi. Minden katona egyforma. Mosolyogva mondotta ezeket, s ezért tovább kellett tapossak a lelkében, hogy meglássam, milyen mélyre ér le benne a józanság. Magyarország lesz itt újra Jószú bácsi.
Lehet, hogy tapintatlan mondás volt ez tőlem így hirtelen, de az öreg nem vette zokon. Vállat vont, mintha nem is érdekelné erősen ez a kérdés. Hát, éppen hallom, azt mondják. Így akarták az urak Ausztriában. Az asszonyok mind jajgatnak, hogy jönnek a magyarok, s mi lesz velük. Mi hogy legyen? Amit az Isten adott nekik, ezentúl is úgy fogják használni, mint eddig. Nézd meg, ők lesznek az elsők, akik bebújnak a magyar katonákkal a szalmába. Tudom én, azt ismerem én az asszonyokat. Aztán mit bánják ők, hogy ki jön, mi jön? Aki jön, az jön, s itt lesz. Urak dolga. Tőlem jöhet, aki akar. Tudom, hogy sem a kaszámat, sem a gerebémet nem veszik ki a kezemből, hogy helyettem kaszáljon, s gerebjéjen. Ezen túl is csak mi fogjuk a málét kapálni, s a réteket kaszálni. Ezen túl is fogunk adót fizetni. És aki akar, pálinkát iszik. Fehér nép utájár, aki nem akar, nem teszi. Nekünk igazán mindegy lehet. Az uraink pedig már éppen eleget loptak. Tudod, uram, és itt lehalkította a hangját, és körülnézett az utcán, hogy nem hallgatja valaki a beszédet, amit mondani készült. Tudod, ezért kellett elpusztuljon Románia. Mert mindenki csak lopott. Felhúzta a nadrágot, hivatalba került, s lopott. Szétlopták egész Romániát. Na, úgy mondom, ahogy van. Csak lopás, lopás, lopás. Senki nem gondolt az országgal. Mindenki csak igyekezett megtömni a zsebét. Hát most itt van. Én bizony nem sajnálom. Nem félek se a magyaroktól, se a németektől, se az oroszoktól. Tőlem jöhet akármelyik. Egyik sem fogja kivenni kezemből a kapát, hogy málét kapáljon helyettem, az biztos. Köszönt, rántott egyet a kaszán, s a gerebjén, azzal ment tovább. Sokáig néztem utána. Ahogy a barna őszi délutánban a faluházai között tova döcögött, olyan volt éppen, mint maga a hajlott bölcs, egyszerű termőföld. Kívül a falun, alig hagytam el az utolsó házat is, egy asszonyt látok loholni a nyomomba. Úgy igyekezett szegény, mintha lelke üdvössége függött volna attól, hogy velem szólhasson. No, mi a baj? Vártam meg a török búzás széliben, mert láttam, hogy igen nagy bánatja lehet. Kendője csücskit szorongatta az orra alatt, s a szemén is látszott, hogy a sírást éppen csak az én kedvemért hagyta abba. Hát bizony van baj sok, sóhajtotta, s újra sírni kezdett olyannyira, hogy meg kellett kérjem, hagyja abba az én kedvemért még egyszer, ha már az előbb meg tudta tenni. Idősebb román asszony volt a szegénység közül, ismertem jól, járt napszámba hozzánk, s a fia is, míg el nem vitték katonának, ott dolgozott az igás lovak körül. Csak nyomogatta a kendő csücskit az orrához, s úgy nézett fel rám szipogva, mintha engem küldött volna az Isten azzal a feladattal, hogy megvigasztaljam a síró asszonyokat. Hát kérem, van baj sok, öltögette szipogva a szót, és jöttem, hogy szépen megkérjem a Mariászát, mert nem voltam én rossz asszony soha. Mindig jöttem a kertbe dolgozni, ha hívtak, s a fiam is még el nem vitték katonának. Ott dolgozott az udvarba. Hűséges volt és szorgalmas szegény. Eddig igaz, nyugtattam meg. De most lássuk, hogy mi kéne. Nagyot fohászkodott, ahogy a szavakat rendbe szedte célszerű felelet céljából. Várj, Mariásza! Kezdett el akkora ijedelemmel, hogy magam is megrettentem tőle. Azt beszélik a faluban, hogy felgyújtod a románok házait mind, és azért jöttem, hogy megkérjelek, az én kicsi házamat ne gyújtsad fel, mert mi lesz velem akkor, s a fiammal? Inkább teszek néhány napszámot, s a fiam, ha hazajön, beáll újra a lovakhoz. Vége az első kazetta első sávjának. Vas Albert, jönnek. Első kazetta, második sáv. Néztem a szegény asszonyt, aki olyan keservesen sírta maga kis kunyhója iránti aggodalomból, hogy azt hittem, egész nagy Romániáért nem sírt olyan mély és igaz fájdalommal senki.
Néztem, és azon gondolkodtam egy pillanatig, hogy mit mondjak ennek az asszonynak. Szerettem volna elkapni a gazembert, aki ezzel a gyalázatos híreszteléssel falunk békéjét és csendjét felkavarta. Olyan istenes két pofont kentem volna le neki ott abban a percben, hogy úgy csörögtek volna szájában a fogai, mint tél idején a szánkazörgők a lovak nyakában. Fertelmes és undorító merénylet volt ez a békesség és az egyetértés ellen. Nem is születhetett meg csak olyan ember fejében, aki nadrágot hordott és várost viselt a fejbőre alatt. Hangosat nevettem. Pedig káromkodni vagy sírni szerettem volna, olyan borzasztó volt. De elképzeltem magamat, ahogy házról házra járok egy kanna petróleummal és egy skatulya gyufával, s gyújtom fel a falut. Nevettem. Az asszony előbb csodálkozva nézett fel rám, aztán letörölte a könnyeit, s nevetett ő is. És a kora őszi ég párás fátylain keresztül a délutáni napfény is nevetett, de a nevetése olyan volt éppen, mintha sírni akart volna. Magyarok kaszáltak a réten. A levágott sarjú békés illata úgy lengte körül őket, mint szelíd és jószagú palást, amit a munka terített a vállaikra. Kaszák sercegtek és csillantak az öregedő fényben. Rendek nyújtóztak végig a rét sima szőnyegén, s az emberek, ahogy csöndes békességgel s előrehajlított testtel a kaszát lendítették, mintha egy boldog jövendő ígéretével beszélgettek volna. Mikor megláttak, úgy gyűltek egyszerre köré, mintha pap lettem volna, a rét pedig templom. Hát igaz-e? Gyűnnek a mieink? Jönnek, feleltem nekik. Csillogó szemükbe néztem, és éreztem, hogy az én szemem is éppen olyan erősen csillog, s ha eddig nem tudtam volna eléggé jól, abban a percben meg kellett volna érezzem, hogy mit jelent magyarnak lenni. Elsősorban jelent örömet, mindazt az örömet, ami becsületes szándékban s a munkában megterem, meg azt az örömet is, hogy az igazság mindig erősebb a hamisságnál, még akkor is, ha hosszú ideig szemérmesen eltitkolja erejét. Második sorban jelent büszkeséget, hogy bírni tudjuk a szenvedést, amit azért rakott Isten a vállunkra, hogy általa megerősödjünk egyrészt, másrészt pedig tanuljunk belőle, és igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok voltak velünk. Jelent még erős és jókedvű elhatározást is, hogy no világ, most aztán csodálkoz, ha újra kezembe veszem a kaszát. De ugyanakkor bánatot is jelent. Igaz, testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbá is a remény marad, magyarságuk egyetlen vigasztalása. Ennyi mindent jelent magyarnak lenni. És éppen az a szép benne, hogy örömet is, és bánatot is, büszkeséget is, és erős elhatározást is egyszerre jelent. Talán még sok minden mást is jelent, de nem volt időm sokat gondolkodni rajta, mert a magyarok ott a réten olyan izgatottan rázták felém lelkük tarisznyáit, mely tele volt vágyakozással, reménységgel, kétséggel és aggodalommal, hogy őket kellett figyeljem tovább. Jaj, vajon igaz? A románok azt mondják, hogy nem engedik. Majd engedik, ők el még csak szóljanak egyszer az ágyuk. Azt mondják, hogy lelőtték a királycsa minisztereket. Jönnek a vasgárdisták, s azok nem adják Erdélyt. Hát ne adják, majd elveszik tőlük. Azt mondják, ha át kell adni, magyar itt életben nem marad. Vajon nem hoznak nekünk fegyvert oda átról repülőgépen? Hoznak nyavaját. Hagyják, hogy elpusztítsanak. Háború lesz. Hadd, hogy legyen. Legalább megtudják ők is, hogy mi az. Minket megölnek addig. És azokat, kik kényszermunkán vannak, a templomunkat fel akarják gyújtani. A tiszteletes urat már megfenyegették. Há, kasza nincse? S fejsze, s ásó, s csákány.
Néztem őket, mintha egy apának gyermekei lettünk volna. Hallgattam beszédjüket, melyben kétség és aggodalom küzdött a reménnyel. Évszázados kétség, évszázados aggodalom és évszázados remény. És ahogy néztem őket, úgy jutott az eszembe minden, mintha egy mozgókép színházban lettem volna, melynek lepedője az én lelkem volt, masinája pedig az agyam, mely a képeket sorra vetítette a lelkemre. Mindent, amin ez a nép 22 esztendő alatt keresztül ment, megláttam újra. Az első borzalmaktól az utolsó csendőrőrmester önkényeskedéséig, és ez egyszerre úgy eltemette bennem a békességet, hogy szegénynek még a kis ujja sem látszott ki. Szemem előtt döntötték be falusi házak ajtaját puskatussal, és szennyes, bocskoros, állati tekintetű katonák ütöttek, szúrtak férfit, asszony gyermeket. Lányokat tepertek le durva röhellyel a szalma közé, és én mindezt láttam ott abban a percben, s láttam a megkínzottak vérben vonagló tekintetét. Hallottam halálra botozottak utolsó hörgéseit. Láttam megcsonkított halottakat temetetlenül heverny országutak szélén, s láttam a templomot tornyán a gyűlölt kék, sárga, piros lobogóval, s a papot, ahogy vitték szuronyok között Isten tiszteletre. Puskatussal terelték a népet a templomba, aggott gyermeket, mindenkit, aki magyar volt. És az öreg tiszteletes úr ott állt szuronyok között a szószéken, és könnyek folytak végig az arcán. Két oldalán két durva katona állott sapkával a fején, szuronyaikkal a palástot bögdösték. Mondjad! És az öreg pap mondta. Szeretett híveim az Úr Jézus Krisztusban! A diadalnak napját üli ma a földön a gonoszság. A szurony beledöfött a palástba. Úgy mond, kutya, hogy a román hadsereg. A román hadsereg Budapesten van. Budapesten van. Nincs több Magyarország. Nincs több Magyarország. Nem is lesz soha. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? Azt mondjad, hogy nem is lesz soha. Megöllek, kutya. Nem is lesz soha. Magyarország. Magyarország. Szenteltessék meg a te neved. Áldja meg az Isten a román fegyvereket, mondjad. Áldja meg az Isten a román fegyvereket. A román fegyvereket, és a királyt, a királyt, és minden románt, minden románt, és pusztítson el benneteket, disznók, és pusztítson el benneteket, disznók, a mi Urunk, a Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Könnyek és szavak egyszerre hullottak, s a templomban zokogott gyermek és agg, férfi és asszony, és az összeterelt nép körül katonák és falubeli románok álltak, részegen és ordítozva. Láttam őket, és sok mindenki mást, és sok minden mást láttam még abban az egyetlen percben. Ahogy ott álltam a sarjú illatú réten, aggodalmas magyarok között. És ezt mondottam nekik. Nem is én mondottam, csupán csak a hangom, és annak valaki nagyobb úr parancsolt akkor. Ne féljetek! Velünk van az Isten.
Nem tudom, mi volt ez és hogyan történt, hogy ezt mondottam, de olyan tisztán és világosan éreztem akkor, hogy velünk van az Isten, s hogy az másképpen nem is lehetséges. Egyszerre olyan kemény csend lett, mint igen ritka és nagy ünnepkor a templomban, ha a pap áldásra emeli a kezét. Mezőn olyan csendet soha nem hallottam még addig. Talán a tücskök is elhallgattak egy pillanatra. És egyszerre mindannyian, anélkül, hogy intettünk volna, hogy szóltunk volna valamit is egymásnak, közös mozdulattal levettük fejünkről a kalapot. Tudtuk, hogy az Isten egy pillanatra ottan állt közöttünk. Aztán a kaszás magyarok szó nélkül s egyenként megfordultak, léptek néhányat födetlen fővel. Aztán homlokukra csapták a kalapot, s beálltak az elhagyott rendbe, némán, komolyan, méltóságosan. A jegyző úr ott ült párnázott iroda székében, s olyan gondterhelten nézett maga elé, amikor meglátogattam, mintha rég elfelejtett váltói jártak volna le azon a napon. Nem volt semmi dolgom az irodán. Csak tiszta és önzetlen kíváncsiságból tértem be oda. Látni akartam a jegyző urat, s megtudni tőle, hogy miként vélekedik a sorsnak erről a fordulatáról. Valamikor sovány kis tanító volt a jegyző úr, de aztán, mikor a régi magyar jegyzőknek menni kellett, addig dörgölődzött ide-oda, míg elkezdett ragadni reá a zsír, s megtették jegyzőnek éppen a mi falunkba. Az új hivatalból szerényen kinőtt előbb egy csinos kis házacska kertecskével, majd 40 hold földecske, 2 holdnyi szőlőcske, s végül egy apró kis malmocska is ragadt a tetejébe. Egyik fiából szinte észrevétlenül orvos lett, a másikból ügyvéd, és az ügyvéd fiút egy szeszélyes hullám rövid időre fellökte prefektusnak. A jegyző úr jó ember volt, mint a kövér emberek általában, a magyaroknak jóindulatú leereszkedéssel magyarázgatta 20 éven keresztül, hogy örvendjenek, ha élni hagyják őket, és ne sokat ugráljanak iskola, egyház, gazdakör és hasonló céltalan dolgokkal. A magyar nép egészen derék kis nép volna, magyarázgatta többször meg hit baráti társaságban a mi jó jegyző urunk, ha a grófok s a papok nem bolondítanák őket. Szeretnek dolgozni, és így pénzük is gyűlik, lehet préselni belőlük eleget. Szívesen el is románosodnának, mert okos emberek, csak éppen a papokat és a grófokat kellene kipusztítani. Szóval ezt a derék filozófus embert kerestem föl akkor az irodájában. Első pillanatban egy csügget pocakot láttam meg belőle, aztán egy szomorúan fityegő, zsírpárnás arcot, de akkor már fel is pattant a székről, és olyan széles örömmel üdvözölt, mintha messzi útról hazatérő barátja lettem volna. Ez a meglepő fogadtatás zavarba is hozott, mert az emlékezetem úgy vallotta, hogy a jegyző úr nem szokott felállni az asztala mellől, ha bemegyek hozzá, hanem eldugja fejét az írások közé, és csak onnan harapja elő köszönésemre a kurta feleletet ilyen formán, hogy zua. Azonban én nem hagytam magamat befolyásoltatni a látszat által, és úgy köszöntem neki, mint máskor. Bune zua, domnu notar. Úgy látszik azonban, hogy arra a napra azt határozta el a sors, hogy engem egyre újabb meglepetésekben fog részesíteni. Mert alig, hogy elhangzott az én köszöntésem, a jegyző úr széles mosolyjal már meg is felelt rá, mégpedig magyarul, és olyan folyékonyan, mintha éppen Debrecenben tanulta volna. Á, alázatos szolgája, méltóztassék parancsolni, örvendek a szerencsének. Bár nem tudtam hirtelen megérteni, hogy mi lehet az a nagy szerencse, aminek a mi jegyzőnk annyira örvend, de mégis visszamosolyogtam rá, és barátságosan megráztam felém nyújtott kezét. Hogy van, jegyző úr? Érdeklődtem nagyon kedvesen.
Ó, köszönöm, meg vagyunk, csendesen meg vagyunk. Ahogy körülnéztem az irodában, úgy éreztem, hogy valami megváltozott benne. Hamar rájöttem, a falak csupaszok voltak. Ezzel szemben a kályha melletti sarokban nagy halmaz papíros égtelenkedett. Azzal elégítettem ki kíváncsiságomat, hogy felemeltem az egyik papírlapot, és akkor láttam, hogy az egyik propaganda térkép hever ott összegyűrve, nagy fekete betűs felirattal, mely azt igyekszik mindenkivel elhitetni, hogy egyetlen barázdát sem lehet Nagy Románia területéből elszakítani. A térkép mögül még egy kis tábla esett ki, az ismert szavakkal: beszéljetek románul. Kicsit néztem őket. Olyan forma érzésekkel, mint ahogy egy lelőtt varjút szokott az ember nézegetni, amelyik miatt hosszú időn keresztül bosszankodott. Aztán visszalöktem mind a kettőt a földre, mert én is úgy gondoltam, hogy odavalók. Nagy takarítás? Kérdeztem ártatlanul. A jegyző zavarta mosolygott. Ó, igen, mondotta, egy kis rendet csinálunk. Aztán minden összefüggés nélkül elkomolyodott, és megkérdezte. Mit tetszik gondolni? Velem mi lesz? Ugye nem voltam rossz ember. Ahogy ott állt szemben velem az iroda közepén, és egész pegyhütt arca egyetlen kérdéssé alakult, olyan nyomorúságos volt szegény, hogy szerettem volna megsajnálni. Úgy éreztem, egy kis vigasztalással tartozom neki. Nem tudom, mondottam. De azt hiszem, a magyar állam méltányolni fogja azt az emberséges bánásmódot bizonyára, amivel a román állam a magyar tisztviselőket kezelte. Miután elmentem, még sokáig láttam a jegyzőt az ajtóban állni, és úgy bámulta az utcát, mintha jövendőjét kereste volna rajta. A postára is be akartam nézni, de zárva volt. Szörgetésemre előkerült valahonnan az adószedő, és széles vigyorgással újságolta, hogy a posta galamb elrepült. A kisasszony hazament Naszódra, s még a pénztárt is elvitte magával, bizonyára nehogy elvesszen. Előjött a bíró is, sajnálkozva vonogatta a vállát, hogy ő nem tudott a szökésről semmit, mert nem engedte volna különben. Hazafelé menet azon tűnődtem, hogy micsoda nyelv tehetséggel áldotta meg az Isten az ilyen embereket, mint amilyen nálunk a jegyző, a bíró meg az adószedő. Néhány nappal ezelőtt még nem tudtak egy szót sem magyarul, s ma már úgy beszélnek, mintha egész életükben azt tették volna. Az utcán két vasgárdista legény jött szembe. Ismertem őket jól, de nem köszöntek. Némán és sötéten mentek el mellettem, és a hátam mögött hallottam még, hogy az egyik ezt mondja: ez is örvend mostan. Mire a másik? Lesz még másképpen is. Igazat adtam ennek az utolsónak. Magam is így gondoltam, hogy lesz még másképpen. Lesz még úgy, hogy megszületik az emberek között az igazság. Megszületik és felnő, és lesz belőle jegyző, bíró és adószedő. Lesz belőle legény és leány, ember és asszony. Még főszolgabíró is lesz belőle, még miniszter is. És furcsa lesz az nagyon, mi náluk Erdélyben. De lesz még úgy is, és most már biztosan. Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat szól. És nem az lesz a legokosabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést. Szerettem volna mindezt megmondani valakinek, de nem találkoztam senkivel. Csak a román tanító került még utamba hazamene, de az gyűlöletpárti volt, és úgyis menni készült már, mihelyt meghallotta, hogy jön az igazság. Így hát nem mondottam meg embernek, senkinek. De megmondottam a domboknak, akik a falu körül álltak, s azok megértették. Megmondottam a fáknak is, hogy átmentem alattuk, s a napnak, mikor éppen lenyugodni készült.
Szóltam róla a völgynek is, s megmondtam néhány átmenő felhőnek, akik az eget hajózták nyugatról keletnek. És megértették. A dombok rózsaszínűre gyúltak, s a völgy olyan békés lett, mint az alvó ember. A felhők fellobogózták árbócaikat, s a nap úgy tűnt el a gerincek mögött, mint aki siet, hogy jó hírt vigyen a szomorú embereknek. Négy nap telt el már a 14-ből. Még mindig nem mozdult senki. Izgatottan lestük a rádiót, indulnak-e a honvédek, nem indulnak, mi lesz? Mi lesz? Ez a kérdés roppant betűkkel töprengéseink fölé nőtt, s szinte elzárta már az eget. Kénköves szag ült a levegőt, mint villámjárások s ördögidézés idején. Aztán jött a hír. Villám az idegekre. Átlépték a határt. Jönnek, jönnek, jönnek. Jöttek. Hallgattuk a rádió mellett. Az első falvak öröm újjongása. Mámorban úszó Szatmár, Nagy Károly, Nagyvárad, s mondták, hétfőn Dés, kedden Szamosújvár, kedden lesznek nálunk. Kedden, kedden, kedden. Akkor csütörtök volt. Számoltuk a napokat. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő. Ekkor már Désen lesznek. S kedden. Soha nem hittem volna, hogy így lehessen szeretni egy napot, egy szürke hétköznapot, vagy csak egy szót is. Kedd. Ostoba nap máskor, most szent nappá változott. És arra gondoltunk, hogy ezentúl nem vasárnap kellene legyen a hétvégi ünnep, hanem kedd. Mert hosszú, keservesen hosszú hetünk volt, csak most vettük észre igazán. Keserves hosszú munkahetünk, 22 éves, csúfrongyos hétköznapokból álló, s kedd lett a vasárnap rajta. Hír jött, hogy Désen már adnak át mindent. Nagy költözködés van. S rendelet van, hogy az elkobzott holmit vissza kell adják, akinek van olyan, menjen utána. Nekünk puskáink voltak akkor Désen. Vadászpuskák, szép, kedves vadászpuskák, emlékkel megrakottak öregek, hűségesek. Már tavasszal elvették őket tőlünk. Utánuk kell menni, mondta a főszolgabíró. Most vissza kell adják. Nem szívesen indultam el Désre. Mikor utoljára ott jártam, sok kellemetlen emlékkel rakottam meg. Egyáltalán a megyeszékhelyünkhöz 20 év alatt sok kellemetlen emlékem fűződött. Utoljára útlevél és fegyverengedély dolgában jártam ott. A könyvnapra készültem Budapestre. Napokon keresztül gyűjtögettem az írásokat. 20 darab kellett ahhoz, hogy kisüljön belőle egy útlevél. 18 darab már a zsebemben volt, s még 2 hiányzott. Egyik a katonaság, másik a szigurança. A katonaságon kezdtem. Egész délelőttön keresztül ácsorogtam a 6 kiegészítő irodák ajtói előtt. Hogy nagyon unalmas ne legyen, egyszer az egyik ajtó előtt kellett, hogy várjak, s egyszer a másik előtt. Sajnos csak 2 ajtó volt, amelyik mögött a sorsomat intézni lehetett, mert különben változatosabb lett volna valamivel az ácsorgásom. Az ácsorgás a legostobább dolog a világon. Az ember áll, neki támasztja hátát a falnak, s úgy néz szerte a világba, mintha akkor született volna. Fél órán keresztül elnéz egy udvaron játszó kutyát, mintha soha még kutyát addig a napig nem látott volna, vagy egy legyet, amelyik a falon mászik, vagy az őrtálló katona szögletes bakancsait, vagy a kaszárnya tetején egy varjút. Tulajdonképpen egészen mindegy, hogy mit néz az ember. Az egész éppen csak a néző szervek foglalkoztatására szolgál, hogy ne unják magukat nagyon.
Az agy ez alatt makacsul egyetlen pont körül tornázik, mint a pók, amikor hálóját szövi, alulról, felülről, oldalról, s minden lehető szögből azt az egyetlen gondolatpontot kerülgeti, hogy mi lesz vajon a kérvény sorsa. Megkapja az ember, amit akar, vagy nem? Én is teljes fél napot ácsorogtam a hat kiegészítő két ajtója előtt felváltva, míg egy emberséges őrmester száz lej ellenében tudtomra adta, hogy az útlevélhez való hozzájárulást leghamarabb egy hét múlva kaphatom meg, tehát akkor jöjjek el újra. Mivel három nap múlva kezdődtek a könyvnapok Budapesten, nem nyugodtam bele a dologba, s így egy üvegsör ellenében megtudtam még azt is, hogy a prefektus adhat rövid időre szóló útlevelet akkor is, ha egy-két írás utólag érkezik be csak. Tehát a sötét felhők között látszott egy kis darab kékség, melyhez hozzákötözhettem reményeimet. Másfél óra múlva a prefektusi titkár úr magas színe előtt voltam. Zord arccal nézte át írásaimat, s kijelentette, hogy csak abban az esetben terjesztheti előkérésemet a prefektusnak, ha a szigurancia engedélyét is megszerzem hozzá. Ekkor már délután 4 óra volt. Összeütöttem hirtelen a szükséges kérvényt, felöltöztettem megfelelő bélyegekkel őtet, s úgy vittem el a szigurancára, mint násznagy a vőlegényt lányos házhoz. Két úr meg egy kisasszony voltak az irodában. Arról beszéltek éppen, hogy egy bizonyos Anni Kucsa kisasszony testén miként feszült múlt este egy sötét vörös színű ruha, s így köszönésemre nem is felelhettek. Miután megértettem a szóban forgó tárgy fontosságát, szó nélkül és szerényen megálltam az ajtó mellett, s vártam a magam idejére, mint a tavaszi virág, ki arra vár, hogy a barátságos napfény előhívja a föld alól. A barátságos napfény azonban nem akart előbújni sem a kisasszony, sem a két úrféle tekintetéből. Beszédjüket átvezették egyéb utakra, s az ment engedelmesen, mint a jámbor marha, akit kötőféken hordoz gazdája. A kötőfék ebben az esetben a kisasszony kezében volt, akinek a másik kettő hol bókokat mondott, hol bombonikának nevezte. A bombonika néha féloldalról engem is megnézett ugyan, de változatlanul tovább heherészett és vörösre festett körmeit piszkálta. A két hivatalbeli ember közül az egyik sovány volt, a másik kövér. Sajnos olyannak látszott a helyzet, mintha sovány lett volna a főnök, s a kövér az alantas. Bár én jobban szerettem volna az ellenkezőjét, mivel megtanultam a hivataljárás iskolájában, hogy a kövér ember mindig barátságosabb, mint a sovány. Így is állandóan a kövéret nézegettem, hogy az szóljon hozzám valamit. Mégis a sovány volt az, aki egy fél óra múlva megkérdezte. Mi kell, ha? Megmondtam neki. Átvette tőlem az ünnepélyesen felöltöztetett kérvényt, nézte, nézte, elolvasta néhányszor, aztán megkérdezte, hogy hol lakom, mi a foglalkozásom, bár ez teljesen fölösleges volt, mert a kérvényből megtudhatott volna mindent. Aztán újra a kisasszonyhoz fordult. Kellemes lehet ilyenkor falun, mi? Nem lenne kedve egy kis kirándulásra, úgy kettesben, valami tó mellé, vagy erdőbe, mi? Úgy szép kettesben, tudja? Közben tenyerét felfelé fordította, s olyannak látszott, mint egy csupasz, hátára fektetett teknős béka. És az ujjával zongorázó mozdulatokat végzett felfelé, ami pontosan megfelelt a bajba jutott teknős rúgdalózásának. Vége az első kazetta második sávjának. Vas Albert, jönnek! Második kazetta első sáv. Hogy mi volt ennek a jelentősége, nem tudtam megérteni, de a bombonika úgy látszik megérthette, mert csintalan kacarászásba kezdett.
Utána mondott valamit, amiből beszéd keletkezett, s a kérvényem ott árváskodott az íróasztalon. Újra eltelt egy fél óra, míg eszébe jutottam a soványnak. Orvosi kezelés végett. Adtam meg a választ, s igyekeztem szenvedő arcot mutatni, ami a hosszú ácsorgásra való tekintettel azt hiszem tökéletesen sikerült. A sovány felhúzta az orrát, és apró, betegesen gyulladt szemeivel gyanakodva mért végig. Úgy, szanatórium, üdülés, mi? Jó, akinek ilyesmire telik, mi? Aztán nálunk nincs elég orvos, nincs elég kórház. Szanatórium is van. Úgy nézett rám, mintha arra várna, hogy megváltoztatom a véleményemet, és tanácsot kérnék tőle, hogy melyik román szanatóriumot válasszam. Én azonban hallgattam, s így nem haladtunk tovább a beszélgetésben. Ezen felbosszankodhatott, mert hirtelen áttért a politikára, s elkezdte magyarázni a kövérnek, meg a bombonikának. Bízzál csak rám a kisebbségi kérdést, elintézem hamar. Összegyűjteném mind a magyarokat, ide Dézsre, a piacra, s géppuskát eresztenék közéjük. Két géppuska kellene csak, meg lenne oldva az egész kisebbségi kérdés. Én a falnak támaszkodva álltam, s néztem a három embert. Nagyon szerettem volna könyvnapra kijutni, s így hallgattam, nem szóltam semmit. Csak a homlokom izzadt egy kicsit, csak kezem reszketett, ahogy ökölbe szorítva a zsebemben tartottam. Néztem a három embert. Soványat, hogy elterpeszkedve, kinyújtott, idomtalan lábakkal az íróasztal mellett ült, arcán valami gúnyos, kegyetlen vonással, s a géppuskás kisebbségi elméletről beszélt. Olyan volt az egész ember, mintha nem lett volna egyéb, csupán egy csontra száradt beteg gyűlölet, s egy rakás emberkínzó gonoszság, mely ott villogott gyulladt szemgolyóiban, s ott ült alacsony, lapos homlokán. Gyomorbajos ráncoktól tele árnyékolt arcán, s kegyetlen gúnyos szája szélein. Olyan volt éppen, mintha a teremtésben elkallódott rossz tulajdonságokat mind egy testbe vették volna bele, hogy megmutassák az embereknek, ilyenek lennétek, ha nem őrködnének angyalok a születéseteknél. A másik férfi szintén nem volt valami leányálom, de az előbbihez képest határozottan megnyugtató jelenség. Kövér volt, s ez már sokat jelent. A kövér ember mindig kedélyesebb és barátságosabb az élettel szemben, mint a sovány, akinek gyomorbaja van, és gyűlöl minden embert, akinek nem fáj a gyomra. Ez az ember kövér volt és kopasz. Nyaka kidagadt a szennyes és szűk gallérból, világos szürke ruháján zsírpecsétek égtelenkedtek, s kész helyett két eleven zsírpárna lógott elő kabát ujjaiból. Ő nem sokat beszélt, inkább csak bólogatott, s egy zsebkéssel a körmeit faragta. A bombonika lehetett valami 30-40 év közötti ártatlanság. Sok csonttal és kevés hússal a csontokon. Vékony nyakán hosszú és kellemetlen alakú fejet hordott, amely úgy rakva volt festékkel, hogy nem lehetett pontosan megállapítani milyen. Lehet, hogy nagyon csúnya volt, lehet, hogy csak mértékkel csúnya. Még az is lehet, bár nem valószínű, hogy nem volt csúnya egyáltalán. Mondom, a festék miatt mindez nem volt felismerhető. Rikító színű ruháját gonddal igyekezett minden mozdulatnál úgy elrendezni, hogy a lábai térden felül legalább egy arasszal látszódjanak. Ez többnyire sikerült is. Körmei hosszúak voltak és égővörösre lakkozottak. Bizonyára nagyon szépnek érezte magát. Folyt tehát a beszéd a kisebbségi kérdés körül, s én néztem őket. Fél hatkor azonban megkíséreltem a figyelmet újra magamra terelni. Bocsánatot kérek, de a prefektúra hatkor zárs, addig szeretnék oda visszajutni az írásokkal. A sovány úgy meresztette rám gyulladt szemeit, mintha legalábbis az apját öltem volna meg tegnap.
Mit érdekel engem a prefektúra? Recsent rám dühösen, s a szájából egy darab nyál az asztalra fröccsent. Azt hiszi, engem lehet befolyásolni ilyesmivel. Nálam nincs semmiféle protekció. Én nem törődöm a prefektúrával. Akkor végzem a dolgomat, amikor akarom, érti? Különben is már nincs hivatalos óra. 5 óra elmúlt, már nem vagyok köteles dolgozni. Nem vagyok köteles, érti? Azt hiszem, megértettem, mert bólintottam rá. Bólintottam, aztán nyeltem egyet, s roppant alázatos hangon megkértem a hatalmas sovány urat, hogy ne a prefektúra miatt, hanem az én kedvemért írja alá a kérvényemet akkor is, ha a hivatalos óra eltelt már, mert szeretném még ma megkapni az útlevelet. Az alázatos hang olyan volt neki, mint tűznek az olaj. Mennyezetig lángolt az üvöltése. Ti magyarok mindig e félével jöttök, mindig kell nektek valami, mindig csak kértek, kértek. Még szabad időnkben is nektek dolgozunk. Azt beszélitek, hogy nincs jó dolgotok Romániában. Menjetek ki, ha nincs jó dolgotok, menjetek a fenébe Budapestre. Hát nem vagytok szabadok, nem? Járhattok össze-vissza az országban, mehettek, ahova akartok, az ördög se kérdi meg, hogy hová mentek. Tudom én, miért akartok ti mind Budapestre menni. Budapestre. La Budapesta. Tudom én, revízió kell nektek. Hát adnék én nektek Budapestet és revíziót. Adnék én nektek. Vigyázzatok csak, mert ha nem fértek a bőrötökbe, még az is eljön. Vigyázzatok csak ti magyarok. Álltam a fal mellett, mint az iskolás fiú, akit a tanító szíd. Álltam, és nem szóltam semmit a sovány embernek, hogy olyan undorral köpte ki azt a szót, hogy magyarok, mintha csigába harapott volna. Nagyon szelíd voltam, csak éppen az ujjaim rángatóztak, s a fogam csikorgott egy kicsit. Csak éppen szerettem volna ököllel odavágni az arca közepébe, hogy széttocsanjon, mint egy rohadt záptojás. Csak éppen szerettem volna felkapni az asztalt előle, s a falhoz vágni, hogy 1000 szilánká menjen. Csak éppen szerettem volna belerúgni a falakba, hogy szétdűljenek. De egyébként egészen szeliden és nyugodtan álltam ott. Mikor aztán kellőleg kiacsarkodta magát ez a rokonszenves sovány ember, akkor hirtelen ötlettel újra a Bombonikához fordult, aki eddig ostoba pulyka szemeivel engem most rágatott, s megkérdezte tőle egy hódító mosoly kíséretében, hogy nem jönne-e el vele vacsora után holdfénynél a szamosba fürdeni. Ebből újra hosszú beszélgetés lett, s a mutató közeledni kezdett az órán a 6-hoz. Már csak 5 perc választotta el tőle, mikor a sovány újra rám vetette beteg pillantását. Hát még mindig itt vagy, csodálkozott. Miután kellőleg kicsodálkozta magát béketűrésemen, felvette az írást, újra átolvasta, majd egyetlen lendülettel ráírta a nevét, s még valamit hozzá. Néhány pillanatig gyönyörködött szellemi munkájában, végül ráütött egy pecsétet, s felém nyújtotta. Na nesze, megcsináltam, látod? Mert jó ember vagyok. Mi románok mind igen jó emberek vagyunk, az a baj, érted? Nem érted? Hát mi vagy te, török vagy, magyar vagy? Na fogjad. Adj ide bélyegre 200 lejt, aztán mehetsz te, török. Ne mondd, hogy rossz ember vagyok. Nem mondtam én semmit. Mert ha kinyitottam volna a számat, abból nagyon csúnya szavak jöttek volna ki akkor. De nem nyitottam ki. Előkerestem a 200 lejt, odalogtam az asztalra, s mentem. Még a köszönéssel is adós maradtam, de nem is kívánta azt tőlem ott senki. Utolsó percben érkeztem a prefektúrára. A titkár mort arccal átvette írásaimat, s eltűnt velük a párnázott ajtó mögött. Alig 1/2 perc múlva visszajött. Az egészet odalögte elém az asztalra, s kurtán ennyit mondott. A prefektus úr nem ad útlevelet önnek. Már vette is a kalapját, s több szót nem vesztegetett rám. Szóval a prefektus úr nem ad. Egye meg a fene a prefektus urat. Egy pillanatig még megálltam a megyeház előtt, s küzdelmet vívott bennem a méreg meg a józanság. Hogy szaladjak-e le az állomásra, ahol még elérhetem a hazafelé menő vonatot, vagy menjek vissza a Szigurancára, s vágjam képibe annak a sovány disznónak valamennyi írásomat.
Végül is a józanság lett a győztes, s egy csöndes, de hosszú káromkodást kieresztve a fogaim között, elindultam az állomás felé. A tanulság minden esetre az volt, hogy soha az ember meg ne alázza magát, még akkor se, ha azt hiszi, hogy ezzel valamit elérhet, amit különben nem sikerülne elérnie. Az emberi méltóság mindennél előbbre való, s nem szabad áruba bocsátani, mert az ember csak kellemetlen perceket és utólagos szégyent meg bosszúságot vásárol vele. Második dési utam ebben az évben a fegyvertartási engedélyek miatt volt. Családomban ugyanis valamennyien igen kedveljük a vadászatot, és van néhány kedves, megszokott és jó vadászfegyverünk. Ezeket a fegyvereket még a tavaszon elvették tőlünk, valószínűleg azért, nehogy kárt tehessünk velük a román birodalomban. Egy ideig a csendőrőrmesternél voltak, s az kiadta szívesen egy-két napra, ha őszbakra mentünk. De onnan elvitték később dísre, s többet nem tudtuk megkapni őket. Így aztán kérvényt adtunk be a prefektushoz, hogy kapjunk újra fegyverengedélyt, s egy hónappal a kérvény beadása után elmentem, hogy megnézzem, mennyire haladt előre az ügyünk. A harmadosztályú kocsi, amelyiken Szamos úrvártól désig utaztam, tele volt bevonuló és szabadságra igyekvő katonákkal. Csupán hárman voltunk civilek. Én magam s két iparos forma ember a kocsi másik szögletében. Én csendben ültem, a két iparos pedig ott túl halkan beszélgetett egymással magyarul. Félúton lehettünk, amikor egy katona nyitva hagyta az ajtót. Az egyik iparos nagyon udvariasan szólt neki románul. Kérem, tegye be az ajtót, húzat van. A katona azonnal eleget tett a kérésnek, azonban a szakasz közepén megszólalt egy kellemetlen hang. Ugye most tudsz románul, ha kell valami? Ha tudtok románul, mit beszéltek magyarul? Romániában vagytok, jegyezzétek meg, s ha magyarul akartok ugatni, menjetek Budapestre. Oda néztem. Persze sovány ember volt. Egy sovány, önkéntes őrmester. Madárképű, alacsony homlokú, jellegzetes román tanító arc. Még sokáig szitta a két iparost, és látszott rajta, hogy szívesen veszekedne is, de nem volt kivel. Azok hallgattak, s kinéztek az ablakon. Mikor a prefektúrán megtudta a titkár, hogy miben járok, szinte védőleg emelte maga elé a kezeit. Fegyverengedély? Az kérem lehetetlen. Miért? Kérdeztem megdöbbenve és kissé bosszúsan. Rám nézett. Hosszasan nézett engem, s nem is ellenségesen, inkább kissé csodálkozva, hogy ilyen nehézfejű ember is van a világon. Aztán vállat vont. Gondolkozzon rajta. Talán eszébe jut. Gondolkoztam rajta, akkor is, azután is. Még most is gondolkozom rajta, valahányszor románokkal találkozom. És igaza volt a titkár úrnak, mert eszembe is jutott. Azért nem kaphattam fegyverengedélyt, azért nem tarthattam vadászpuskát, mert magyar voltam. Eszembe jutott, s nem is felejtettem el soha többet. Akkor azonban nem nyugodtam bele olyan könnyen, s tovább mentem a prefektushoz. Hosszú idő múlva bejutottam a párnázott ajtó mögé. Ha jól tudom, 46. prefektusa volt Désnek ez az úr, de lehet, hogy tévedek, és a 47. volt, vagy a 45. Kis szőke, szilimány ember volt, s kegyetlenül barátságos. Mikor meghallotta a kérésemet, olyan udvariasan mosolygott reám, mintha ott nyomban fiává akart volna fogadni. Pedig ezt mondotta. Nagyon sajnálom, domnule, de nem tehetem meg. Szigorú rendeleteink vannak. A kisebbségek nem tarthatnak fegyvert. Udvariasan elbúcsúztunk utána, s borzasztóan tiszteltük egymást. Mindez újra megfordult a fejemben, mikor Désre indultam a puskámért. Kellemetlen érzésekkel indultam neki,
Nem akartam vonaton menni, s így szekéren döcögtem, amit az öreg pengő húzott, komoly lassú ügetéssel. Mellettem ült a vadőr. Döcögtünk. Akkor már híre járt, hogy költözködnek a tisztviselők, s mások is, kik úgy érzik, hogy vaj van a fejükön. Füzesen találtunk is néhány felrakott szekeret, bútorral, batyúval és gondtelt nézésű emberekkel. Az egyik szekéren megláttuk az adónyúzó urat is, ami hirtelen jókedvre derítette vadőröm egyszerű lelkét. Néni ezt is megcsípte a bolha, úgy siet. Szamosújváron már visszavonuló katonasság került az utunkba. Fáradtak voltak, piszkosak és rendetlenek. Vert hadsereg benyomását tették, rongyosan lógott rajtuk a ruha, s össze-vissza szaladgáltak városban élelem után. A piac tele volt felrakott teherkocsival, szaladgáló románokkal, fiatal emberekkel és kétségbe esett kifestett nőkkel. Volt köztük néhány ismerős is, és ez csöndes megelégedést váltott ki bennem. Ott a piacon leselkedett rám az első meglepetés is. Ahogy pihentettem a lovat, járkáltam szivarozva fel le a szekér mellett, egyszerre csak láttam, hogy roppant integetéssel rohan felém a kis köpcös rendőrfőnök. Mi a fene baja lehet ennek, hökkentem meg az első pillanatban. De a kis guruló ember annyira telítve volt barátságos érzelmekkel velem szemben, hogy bizalmatlanságom hamar elpárolgott. Nagy szeretettel fogtunk kezet. Soha dolgom az életben nem volt ezzel az emberrel, csak éppen a társulati vadászatokról ismertük egymást, és így semmi akadálya nem volt köztünk a barátságnak. Beszélgettünk vadászatról, s hogy én éppen a puskák után megyek, aztán a kis gömböc arca egyszerre elkomolyodott. Vajon velem mi lesz most, mit gondol? Hát én azt honnan tudjam, csodálkoztam rá. Nem voltam én rossz ember, ugye nem voltam az. Ha lehetett valahol segíteni a magyarokon, én mindig segítettem. Ugye igaz, nem voltam rossz ember. Csak a fejemet csóváltam, s ő folytatta. Itt vagyok, kérem, a családommal. Házam nincs, földem nincs. Még ahhoz sem volt elég eszem, hogy lopjak, mint a többi. Nincs egyebem, csak ez a 20 éves szolgálatom. Ha kitesznek, köthetem fel magamat is, a családomat is. Tessék szólni, majd értem egy jó szót. Bár detektívnek, vagy egyszerű rendőrnek tartsanak meg. Nem hiszem, hogy rossz ember lettem volna. Nem tagadom, megsajnáltam szegényt. A máskor oly jókedvű kis kerek emberke esett volt és szomorú. Azóta sokszor gondolkoztam ezen, s nem vonom vissza a sajnálatomat ma sem. Aki vagyont lopott magának 20 év alatt, azt vigye az ördög, éhen pusztul. De ezek az apró fiúk, szegények igazán nem tehetnek semmiről. Bábszínházat játszott velük a történelem. Éltek valahol békésen a hegyek között. Juhot legeltettek, vagy földet szántottak. És egyszer csak fölkavarta őket valami bolond, forgó szél. Csinált belőlük urat, még nagyobb urat. 20 évig tartotta őket ebben az uraságban, míg szépen kiépítették maguk köré az egész életet, maguk és családjuk életét. De talajt gyűjteni maguk alá buták voltak és ügyetlenek. Aztán egyszerre vége lett a színháznak, s ők ott álltak a semmiben, talajtalanul és gyökértelenül, megtréfált szomorú bohócai a sorsnak. Álltunk a piacon és töprengtünk, mindegyikünk a maga gondolatjain. Hirtelen hozzám fordult megint. Most szerelik le a rendőrséget. Nem lenne szüksége valamire? Egy pillanatig csodálkoztam a kis ember gyors élelmességén, aztán eszembe jutott valami. Rég vágytam egy gumibotra, olyanra, amilyen a rendőröknek volt. Mondja, nem lehetne egy gumibotot kapni? Dehogy nem. Már forgatta is fejét kereken a köpcös, amíg meglátott egy arra siető rendőrt. Háj! Kiáltotta magához. A rendőr jött, s megállt közömbösen a gazdája előtt. Tisztelgésről szó sem volt persze.
Mennyit kell fizessetek, ha elvesztitek a gumibotot? 80 lejt. Na, add ide. A rendőr értelmetlenül bámult rá. Add ide, nem hallod? Ordította a főnök, s letépte a rendőr csuklójáról a fityegő bunkót, s nekem nyújtotta. De mit állsz itt? Eredj a fenébe! Megrettenve kotródott odébb szegény rendőr. Én előkotortam 100 lejt, csak köpszösnek adtam. Az zsebrevágtas, az üzlet készen volt. A kincstárnak járó 80 lejt, ha egyáltalában meg kellett fizetni, félek, hogy a rendőr fizette meg. Amíg ott álltam a piacon, még jött hozzám néhány román ember. Köztük egy végrehajtó, egy adóellenőr, egy jegyző és egy gyepmester. Mindegyik azzal kezdte a mondókáját, hogy ő nem volt rossz ember. Hallgattam őket, és arra gondoltam, milyen kár igazán, hogy 22 év kellett, amíg megtudhattuk, hogy mennyi jó ember között éltünk, és mennyi jó emberünk volt, akik a dolgainkat igazították. Ilyen kár igazán, hogy nem tudtunk erre hamarabb rájönni. Talán még használni is lehetett volna valami jóra ezt a sok jó embert. Mégiscsak igazuk lehet azoknak, akik azt állítják, hogy a jóság szerényen bujkál az emberi természetben, mert ezekben az emberekben igazán nagyon szerényen viselkedett az elmúlt időkben. De mert az idő haladni kezdett, elbúcsúztam a sok jó embertől, nagyon meghatottan, mert a jóság román részről igen ritka volt addig, és felültem a szekeremre. Dés felé az országút tele volt katonával. Jöttek szembe velünk, mint csak jöttek, hosszú fáradt csapatokban. Volt köztük olyan, aki mezitláb volt, volt, aki harisnyában vagy bocskorban. Tisztjeik gépkocsin vagy lóháton kísérték őket, s olyanok voltak a katonák mellett, mint csalán között a rózsa, amin nem lehetett csodálkozni. A tisztek szép magas fizetést kaptak, 10 és 12 000 lejeket, s a magasabb rangúak 20 000-et is. Azon kívül vámot szedtek a szabadságokon, a felmentéseken, s mindenféle kedvezménynek behajtották az árát. Az egyszerű katona pedig kapott egy hónapra 30 kereklejt, ebből még levontak 6 felszerelésre 15-öt, az őrmester is megtartott 10-et, s a megmaradt 5 már olyan kevés volt, hogy ki sem adták neki. Persze, hogy csalánná lett a katona, mégpedig rongyos, éhes és rossz kedvű csalánná, aki szúrt, ahol lehetett. Azon az úton láttam még valamit Szamosújvár és Dés között, amit nem felejtek el soha. Az országút mellett kukoricatáblák voltak, s napraforgó szegélyezte őket. A napraforgó majdnem érett volt már, ahogy a szeptemberben szokása neki. Egyszer csak láttam egy katonát, aki leszaladt az útról, tépett magának egy jókora napraforgó tányért, s enni kezdte. Én is szeretem a napraforgó magot, s tudom, eszik azt mások is. Ha van az embernek ráérő ideje, kifordít belőle néhány szemet, körmével lehántja egyenként, ami bizony lassú művelet és türelem kell hozzá. Hanem ez a katona nem így csinálta. Ez beleharapott a tányérba és ette. Ette mindenestől, húsostól, szárastól, héjastól. Úgy ette, mint rendes ember a vajas kenyeret. Ette mohón, a szemei kidagadtak tőle, rágta, nyelte. Ez a katona nem azért tépte le a napraforgót, mert szerette a magját, nem. Ez a katona enni akart valamit, mindegy, hogy mit. Ez a katona éhes volt. Éhes volt, a szó állati értelmében volt éhes. Enni akart, mert kellett, hogy egyen, ha nem akar elpusztulni. Enni akart valamit, amit a foga meg tud őrölni, amit le tud nyelni, ami megtömi a gyomrát. Evett. Ette a napraforgót. Úgy ette, mint az éhes kutya, amelyik az utcán kódorog, s a szemétben kenyérhéjat talál. Tépte a fogával, rágta, ette mohón kidüllett szemmel.
Ha lett volna nálam egy darab kenyér, vagy akármi, amit enni lehetett volna, hogy odadobhassam annak az ismeretlen román katonának. De semmi nem volt nálam, csak emberi fájdalom. És abból nem adhattam, abból jutott elég annak is. Megsújtottam a lovat, s döcögtem tovább. Arra gondoltam, hogy az emberi jóság még mindig csak olyan, mint a haszontalan gyermeké. Pálcát kell neki mutatni, hogy előbújjon. Arra gondoltam, hogy az emberek is úgy vannak a maguk rosszaságával, mint hitetlen papok a vallásukkal. Csinálják, de nem hisznek benne. Az emberek is szorgalmasan csinálják a rosszat, s amellett azt mondják, hogy jót cselekedtek, s hogy valamennyire igazuk is legyen, minden rossz cselekedethez keresnek valami olyan magyarázatot, amiből a jónak legalább az árnyékát elő lehessen mesterkedni. Addig vegyészkednek az elvekkel, szempontokkal, elképzelésekkel és törvényekkel, amíg sikerül is nagy nehezen valamit összekotyvasztani, s azzal aztán boldogan megkoszorúzzák magukat. Ilyen furcsa állat az ember. Nem aszerint cselekszik, hogy az igazságot megállapította, hanem aszerint állapítja meg az igazságot, ahogyan cselekedett. Ezért van aztán, hogy bár minden ember jó és okos, mégis annyi sok rossz és ostoba dolog történik a világon. Ezeken tűnődtem az úton, ahogy Dés felé döcögtünk. Pedig erősen nehéz út volt, teherkocsik hosszú sora dübörgött velünk szembe, s a másik oldalon menetelő katonák. Olyan vastag volt rajtuk és körülöttük a por, hogy szinte úsztunk benne. Autóduda és káromkodás kísért végig, ameddig csak el nem értük a várost. Ha nem tudtam volna biztosan, hogy Désre megyek, lehet, hogy nem is ismertem volna Reá. A főutcák, melyekben újonnan jött románok laktak volt eddig, tele voltak kihordott bútorral, ládákkal, edényekkel. Egy-egy halmaz előtt szekerek vagy teherkocsik állottak, s tömték magukba mindenféle holmit. Ahol nem futotta ilyesmire, ott sok helyen a tulajdonos zsibvásárt rendezett, s árulta olcsó pénzekért bútorait, edényeit. Akkora becsületük volt a fuvarosoknak, hogy egy fejjel magasabban viselték magukat, mint máskor. Mindenfelé kapkodó embereket lehetett látni, festett szájú nagyságákat ideges sipítással veszekedni málházásnál, tömött vállú ficsúrokat teherautósokkal vitatkozni, és kövér regátiakat, kik a vonatot szitták, amiért nem fért el bennük a bútor. A sietők, tülekedők, kiabálók és fejvesztettek között néha feltűnt egy-egy ismerős arc, persze kissé elváltozva a körülmények által. Különös volt ezt a sok rettenthetetlen hivatalbeli oroszlánt látni feldúlt ábrázattal, idegesen és megrettenve, kiket máskor csak úgy látott az ember könyörtelen merevséggel vagy gúnyos kedélyességgel egy íróasztal mögött, mint valami kis gonosz, olimposzi félisten csecsemőt, ki sajátságos szerkezetű automataként pénzt eszik és ítéletet termel. Az eltelt 22 esztendő minden bosszúsága, kínlódása és gyötrelme megérte azt a látványt, meg azt az érzést, ami nekem jutott azon a dési utamon. Teletüdővel gyönyörködtem Szodoma és Gomorra vonaglásában, és akkorára nőtt bennem a megelégedés, hogy alig bírtam magamban hordozni. A vadőr csak csóválta a fejét. De sietős lett az uraknak egyszerre. Megtudtam, hogy a prefektus úrnak is utolsó napja van. Úgy látszik, éppen idejében jöttünk, gondoltam, hogy se korán, se későn ne legyen, és még gyönyörködésre is maradjon idő. Behajtottam a szekeret egy vendéglő udvarára, s indultam a prefektushoz. Éppen azokkal az érzésekkel, amikkel a jelesen vizsgázott diák megyen el az igazgató úrhoz búcsúzkodni. Úgy nyüzsgött a megyeház a sok fürge embertől, mintha egy nagy sereg kurta kígyót szabadítottak volna bele egy kalapba. Kiabáltak, veszekedtek, panaszkodtak, mindenki csak a magáét mondta,
Senki nem hallgatta meg azt, amit a másik akart mondani. Vége a második kazetta első sávjának.